Igazgató úr, lezajlott a beiskolázás a református intézményben. Mennyien választották az iskolát, és milyen tapasztalataik vannak? A beiskolázás minden iskolának az életében, az iskola önbizalmának, a jövőbe vetett reménységének az egyik fokmérője. Jól érezzük magunkat a Szegedi Kis István Református Gimnázium általános iskola és óvodában az idei beiratás után. Ugyanis az évenkénti minimális számú ingadozásokat tekintve, azon belül léve, 4 osztály indítására van lehetőségünk a következő tanévben, mármint első osztályosoknak az indítására. A reménységünk is körülbelül ezt vetítette előre az idők során. Ha röviden értékelni kell a helyzetet, 2 mondatot tudok mondani. Az egyik, hogy van jövőnk, és masszívan sok szülő választja iskolánkat. Szeretném a szülőknek megköszönni a bizalmat, hogy gyermekeiket ideíratták. Mélységes a meggyőződésem, hogy ezt 12 év múlva se fogják megbánni. Köszönöm szépen. Csökkenő gyermeklétszám mellett tartja a számokat az iskola. Mit tapasztaltak a szülőknél, miért választották a református intézményt, illetve milyen eredményt produkált az óvoda, hiszen saját óvodája is van az intézménynek? A szülőktől ebben az évben is megkaptuk a bizalmat, hiszen a beiratkozáskor 87 gyermekét irattak be a Szegedi Református Általános Iskolában. Úgy gondolom, mint ahogy igazgató is elmondta, ez a mai gyermeklétszámhoz viszonyítva szép szám. Elégedettek vagyunk, örülünk annak, hogy aki hozzánk jelentkezett, senkit nem kell elutasítani, várjuk őket szeptemberben szeretettel. Úgy gondolom, hogy a szülőktől az iskola ismét kapott egy lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy 87 tanulót oktathatunk és nevelhetünk, de ez a lehetőség komoly felelősséggel is jár. Hiszen a szülők ismét ránk bízták gyermekeik nevelését, oktatását, és úgy gondolom és hiszem azt, hogy a tanítóink ennek az elvárásnak maximálisan megfelelnek. Azt tapasztaltuk, hogy azok a szülők, akiknek a gyermekei május után születtek, tehát tankötelezettek, ők inkább úgy döntöttek, hogy egy évet még a gyermek maradjon az óvodába, 51 ilyen tanuló van a városban, közülünk is 13 tanuló jelezte, hogy igaz, hogy tanköteles, de szeptemberben még nem szeretnék megkezdeni a tanévet, de a következő évben iskolánkat fogják választani.